készítsd a kezed, törjük szét a szót rajta. Első osztályosok olvasás órája a nyíregyházi Bem József általános iskolában. Hamarosan újabb gyermekek érkeznek ebbe az intézménybe is. Annak ellenére, hogy szeptemberig még van idő, a beiratkozásra azonban ezen a héten csütörtökön és pénteken van lehetőségük a szülőknek. Ahhoz, hogy gördülékenyen és gyorsan menjen az ügyintézés, érdemes előzetesen online feltölteni a gyermek adatait a Kréta felületére. Ezt iskolás testvér esetén hozzáféréssel, vagy ügyfélkapun keresztül, vagy ideiglenes regisztrációval lehet megtenni. Nagyon hasonlóan történik ebben az évben is a beiskolázás menete, mint ahogyan eddig. A szülőknek lehetősége van arra, hogy a Kréta felületen fölvigyék előzetesen az adatokat. Ennek nagyon örülünk, amikor ezt megteszik a szülők, hiszen ez a felület már április 5-én megnyílt, és teljesen 21-ig nyitva is lesz. Ha felviszik az adatokat a szülők, akkor ez megkönnyíti az itteni beiratkozást, hiszen itt már csak azokat a dokumentumokat fogjuk leellenőrizni, amely adatokat ők fölvittek. Egyébként április 20-án és 21-én lesz a beiratkozás, itt a Bem József általános iskolába 20-ától, és minden iskola is várja a szülőket reggel 8 órától 18 óráig, és 21-én pedig reggel 8 órától 16 óráig nagy szeretettel, és várjuk a leendő elsősöket. Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok és nyilatkozatok tankerületenként, illetve iskolánként is eltérőek lehetnek. Ezért mindenképpen érdemes erről még időben tájékozódni az adott intézménynél. Ami biztosan kell, az a gyermek születési anyakönyvi kivonata, taj- és lakcímkártyája, személyi igazolványa, ha van, valamint az óvodától kapott oktatási azonosító száma. Ha valamilyen oknál fogva sem 20-án, sem 21-én nem tudnak megjelenni a szülők, akkor erről értesítsék az adott intézményt is. Mindenképpen fontos lenne, hogy a két nap valamelyikén megjelenjenek a szülők, akinek tanköteles a gyermeke. Tehát ez nagyon fontos lenne, és én nekem még egy olyan kérésem is lenne esetleg, hogy ha valami oknál fogva nem, mégsem tud megjelenni, akkor érdemes az iskolát esetleg értesíteni róla, hogy nem tudom, külföldön vannak, de most nem tud megjelenni, mert ugye ez egy kötelezettség a szülőnek, a tanköteles korú gyereket be kell íratni az iskolába. Aki körzetes iskolát választ, és nem biztos abban, hogy melyik a lakóhely szerinti körzetes intézmény, az oktatási hivatal oldalán található keresőt hívhatja segítségül. Szintén ezen a honlapon az adott intézményről bővebb információt is kaphatnak a szülők.